Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak Újvidéken. A 44-45-ös események ártatlan áldozatai előtt hajtottak fejet, és üdvösségükért mondtak imát az egybegyűltek. Matuska Márton publicista szerint a magyar áldozatok tiszteletére Újvidékváros nem emelt méltó emlékművet. A két razzia emléke ápolásának, az áldozatokra való emlékezésnek nem azonos a kezelése. Tudnélik, az elsőnek van egy méltó emlékműve, maximálisan föl van tárva, amit föl lehet tárni. A második razziának ez a hátam mögött lévő rendkívül méltatlan emlékműnek mondott hulladékkövekből összerakott emlékmű, hát ezt mondhatnánk valamiféle jelnek, hogy hát itt tarthatjuk azt, ami ma is itt elhangzott. Az emberi természet legalapvetőbb tulajdonsága, hogy a kegyeleti jogával élni kíván, és őseire emlékezve megerősítse a kultúra alapjait. Mi számunkra nemzeti összetartást erősítő jellege is van, annál is inkább, mert hosszú évtizedekig ezekről a kérdésekről nyíltan a nyilvánosság előtt beszélni nem lehetett. Ezt tartom a legfontosabb üzenetének. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeitől. Az egyházi szertartást Halász Béla református püspök és Erhard Róbert katolikus esperes tartotta. Hiányolják a fiatal generációkat a megemlékezésekről. Nem csak a mai megemlékezés, hanem minden egyes megemlékezés, ami a mi őseinket, vagy az ők őseik, vagy a te őseidről van szó, akkor ott azért valahol nem nekem kell mondanom azt, hogy legyél ott. Neked kell érezned, hogy valaki iránt, ugye, tehát le kellene ronda a tiszteletet, és hálát adni, köszönetet mondani érte. Fremont Árpád, a VMS alelnöke kifejtette, hogy ezek a napok az emlékezés napjai, és minden családnak létezik saját története, amit ki kell mondani. Fontos az, hogy ezeket a megemlékezéseket megtartjuk, és az elkövetkező időszakban ugye, mindig ne engedjük elfeledni azokat a történéseket, amelyek voltak. Jó dolog az, hogy a két ország között létrejött a megbékélés, és mindenképp, hogy a parlament elfogadta, gyakorlatilag határon kívül helyezte a kollektív bűnösségnek az elvét, illetve fontos az is, hogy megszületett az a parlamenti határozat, amely értelmében, ugye, ami kimondja, hogy ártatlanok voltak azok az emberek, akiket kivégeztek. Az újvidéki megemlékezésen többek között koszorúzott Snezsana Szedlár és Alekszandra Gyankovics, a tartományi képviselőház két alelnöke is.